Sziasztok, ez itt újra a Trónok Harca, Sárkányok Háza. Hát bemutató sorozatunk következő része, az első, a hatodik részéről van szó, amely, hát én azt vártam, hogy végre beindítja az eseményeket. Ez a legvégére részben alakult így, egyébként továbbra is egy kicsit egy helybe toporog az egész, azt érzem, és ebben az epizódban is sajnos, ahogy az előzőn is, elég erőteljes volt a szappanoperá effektus. Ki kivel feküdt le, és annak milyen következménye lehet, kinek a családja mit fog érezni. Ugye részben családok harcoltak a trónok harcával, és ott inkább egyénekről volt szó, és különböző szálakról, egyéneknek a helyzetéről, előretörtetéséről. Itt is van egy ilyen egyén egyébként, aki elég egy középpontba kerül, egy olyan egyén, aki mondhatnánk, hogy Varys vagy Kisújnak a, hát az egyik oldalán legalábbis Varys vagy Kisúj, de inkább Kisúj foglalhatna helyet, vagy benne, ő benne, a másik oldalán pedig talán a rohadék Ramsay, mert látszik, hogy élvezi azt, hogyha szart kavarhat, és hogyha kegyetlenkedhet is, miközben ezzel valami rosszat tesz egy másiknak, azáltal, hogy ezzel fölemelkedhessen, mert ezt várja el a jövőben, a közeljövőben. Szóval egy nagyon érdekes karakter egyébként ez a karakter, és egy rohadtul félre undorító egyén. Viszont a monológia, ahogy annó, azt hiszem, a negyedik évad utolsó részénél, vagy az ötödiknek, most nem emlékszem pontosan, a trónok harcánál volt egy nagyon jó Kisúj monológ. Na, az hasonló egy kicsit az ő monológia, az rohadtul tetszett, ahogy zárták a részt. Egyébként a résznek a címe a hercegnő és a királynő. Ugye hát itt Rhaenyrára, bocsánat, és Alicentre utalhatnak. Igazából ők a főszereplőjének az epizódnak. De mondom, mellette ennek a rohadéknak az esetleges, hát hamarosan való fölemelkedése az, ami végül is előjön. Illetve van egy nagyon erős dráma, pont azon az oldalon, ahol én ezt nem is gondoltam volna. Tehát ezt elmondhatom, Démon oldalán van egy eléggé drámai dolog, illetve Démon karakterét végre árnyalák. Tehát azt tudom mondani, hogy ő nem olyan nagy féreg most, mint amit gondoltam az első, mint a 4-5 rész alapján. Ez a másik féregnek most nem mondom ki a nevét, mert az nagy spoiler lenne. Az viszont részben meglepett, hogy féreg lett, bár eddig inkább majdnem szánnivaló volt. Talán inkább azt érezhettük volna, és most itt a rész végére egy féreggé vált. Még Daemont végre kicsit megcsavarták. Tehát végre azt érzem nálam, mint Jamie-nél, hogy Jamie-t is először utáltuk. Tudtak belőle egy kedvelhető figurát alkotni, és részben egyelőre én ezt érzem Daemonnál. És azt is érzem, hogy Daemon lehet tényleg pártfogoltja, lehet később Rhaenyrának. Én azt látom, hogy ők akár szövetkezhetnének majd. Ez majd kiderül. Én ezt csak tippelgetem. Természetesen a többi, úgymond kis főszereplője, de inkább mondjuk mellékszereplőnek ebben az epizódban, ugye a kis és nagy fiak, kis és nagy lányok, ugye Rhaenyrának, illetve Alicentnek a gyermekei, akik között már látszik az ellenállás, hiába játszogatnak egymással, ez sokszor előrevetíti azt, hogy később is valószínűleg ilyen durván fognak majd néha összeveszni és harcolni is egymással, nem csak játszogatni. De jó kis elősejtés, felsejlés ebben az epizódban, ez is egyébként tetszett. És Démon szálánál úgy látom, én nem olvastam a könyveket, csak hallottam, hogy Démon ott egy szajhával jön össze, és vele lesz egy története, amit előbb elvágtak, abba hagytak, és annak a történetnek lesz egy drámai vége, és mint hogyha itt ezt kicsit össze húzták, mixelték volna a mostani démoni szállal. Már nem új démoni. Ezt nem tudom, ezt valaki ebbe erősítse meg, de nekem úgy tűnik, hogy azt a szállat, ami végül itt nem teljesen valósult meg, azt összekevertik egy új szállal, hogy így fogalmaznak, spoilerek nélkül. Ami viszont nagyon fájó abban az epizódban, azon kívül, hogy nem nagyon halad előre, és nagyon szappanoperása, hogy az előző ötödik rész is volt. Még a negyedik azt szerintem az érzelmekről és az általános hát vágyakról szól, tehát nem konkrét szappanoperasztikus dolog, hanem minden emberben benne van. Itt viszont a lassan kívül sajnos megint kapkodás is van, ahol ugye akciójelenet lenne megint, vagy valami cselekedet, azt elkapkodják, ahogy az előző ötödik rész végén is ugye ezt az esküvős részt. Itt is van például egy ilyen, hát leszámolásos rész az epizód végén, amit egy kicsit szerintem elkapkodtak. Megint nincs sehol senki. Persze, amikor már hatalmas baj előtűnik, akkor hirtelen egy olyan 5-10 ember előkerül a várból, de ennyi. Nem él a vár, és simán be tudnak oda menni
bűnözők, ennyit mondanák el, akik nem tudom, hogy itt ismerik ennyire jó ezt a helyet egyébként. Bár az nem derült ki, hogy pont onnan származnak-e, vagy sem. Na mindegy, tehát ezt a részt ezt megint elkapkodták, és megint pont azok halnak meg a leginkább, akinek a legjobban kell a forgatókönyv szerint, és a leggyengébb, legkisebb emberek meg hirtelen nem, tehát pedig ők is meghaltanak ebben a dologban. Na minden, most nem spoilerek részletesen, de ez fájt. A másik, ami fájt az epizódban, hogy megint érzem azt, hogy hiába elvileg 15-20 milliós a költséget, és hát nagyobb elvileg, mint a 8. évadnak, a 8. évadot sokkal látványosabbnak, jobb fényképezésének tartom olykor. De például itt, amikor láthatjuk, hogy ugye, Léna, aki mondjuk nem tudom ezt, hogy csinál meg ilyen terhesen, de repül a sárkányával és démonnal együtt, akkor valahogy annyira látszik a CGI, főleg az animációknál, valahogy a Trónok harcánál jobban voltak ezek fényképezve, ott is persze néha látszott a CGI, de a koreográfiája a dolgoknak sokkal jobb volt valahogy. Ezen kívül nem volt végig ennyire szürke, ködös, hogy ne látszódjon a háttér. Tehát ilyen nincs a hatalomgyűrű vérhez, nagyon van a Trónok harcával. Tehát nekem ez egy visszalépés továbbra is, meg az is, hogy pont a Trónok harca első 4 évadában nem szerették azt sokan, hogyha túl vulgáris volt, már feleslegesen erőltetetten, túl ráment a testiségre, a szexre, a trancsíra, és ezért egyébként a negyedik, hát ja, a negyedik évad közepétől végétől gyakorlatilag ebben nagyon kevés lett, vagy maradt meg ezen kritikák miatt. Sőt, pont a legrobban utált utolsó évadoknál nem is volt már ilyen. Itt viszont, ahogy már az előző néhány pár részben, egyre jobban kezdik ezt újra előhozni, és főleg itt aztán van mindenféle minden koron és szinten, milyen korszakban, gyerekektől, vagy hát ilyen tiniktől kezdve egészen a itt a 50 éves korig, tehát 60 éves korig, illetve van egy vágatlan jelenet, azzal indul az epizód, ilyen szüléses, ami szintén szerintem annyi lett megoldva, tehát ezt előadták, ezt a kis részletet, egy percet mutattak belőle előzetesen, és mindenki írta is a kommentbe, hogy én is azt éreztem, hogy ez olyan annyi volt megoldva, és tényleg, tehát meg eleve minek hívja oda a király és a királynő Rhaenyrát, hogyha pont szült mindjárt azonnal egy szekundumban utána, hát még folyik belőle a vér konkrétan, tehát ez ilyen, ez egyszerűen pont ezektől a karakterektől, főleg a királytól, de még Alicenttől is részben szerintem undorító, mondjuk részben Alicent karakter egyébként nagyon idegesítő, undorító és utálható lett ebben az epizódban. Lehet, hogy ez volt ezzel is csak az erősítésének a célja, csak ez egy erőltetett mód volt a forgatókönyv részéről. Tehát éreztem én, ahogy a többiek is, hogy ez egy nagyon művi, erőltetett jelenet. Ami még ebben a helyzetben sem elképzelhető lenne itt. Főleg úgy, hogyha ott a király, ott vannak a többiek, akik körülött állnak, azok se várnák ezt el és nem bírnák el. Tehát attól, hogy Alicent esetleg tényleg ezt akarja, de még ezt is kétlem, mert ez is nekem egy erőltetett volt ebben a helyzetben. Attól még senki más azon kívül nem, tehát értitek? Tehát ilyenekre nem vetemettek a trónkarc egy csomó ilyen misvásolós, ilyen politikai eseményei során, hogy azt éreztem, hogy ez ilyen fék, ilyen hamis, tudjátok, és ennél a jelentnél ezt éreztem egy kicsit. Az a vele erőltetettség, ugye. De ugyanúgy az üdvükrész végén és az elkapkodó testkőnél is ugyanez volt, vagy itt a rész végén, az a 2 szekundum alatt lehozott, ennyit mondok, égéses rész, ilyen gyújtogatásos rész. Tehát meg az, hogy ugye, mint a legtöbb szappanoperával, ahogy említettem, sokszor mindenki majdnem mindent tud, csak nem mernek lépni, mindenki mindent tud szinte a másikról, a szomszédnak a háttér trükkjeit, titkait ismeri, az a vicces, itt is ez itt elő. Szerintem majd akkor mindenki tud mindent. Eleinte egyébként vicces mód úgy tűnt, hogy senki nem tud mindent, mert nem foglalkoztak ilyennel. Aztán a rész felétől, ha mondjátok ide, hogy gyakorlatilag mindenki tudja Rhaenyra titkát, ugye? Igen, a mag erős, ezt tudhattuk a trónok harcával, és hogyha már 3-szor megtörténik ugyanaz, akkor azért el kell gondolkozni persze mindenkinek, aki nem 5 éves, hogy itt valami nem stimmel. Egy hiba még lehet idézőjelben a Matrixban, meg a genetikában, de több már nem annyira. Szóval, és ennek ellenére nem történik semmi továbbra is, persze szinte csak azért, mert a király tartja össze még a birodalmat, mondhatnánk, legalábbis néha úgy érzem. És akiket itt nagyon sokkal jobban megismertünk, az a
Strong család, akik most nem emlékszem hirtelen, hogy ők hol élnek, mi a lakhelyük, mi a uradalmuk. Egyébként ezt valaki megmutatná. Na, őket sokkal jobban megismertük, valamilyen szinten a Valarianokat is. Egyébként az ő szálukon ott van két kislány is démonnal, illetve egy harmadik lány vagy fiú, azt nem tudni, várható. És itt van egy drámaibb rész is egyébként, és itt van az, ami tényleg arra képesek végre a forgatókönyvek, hogy démonok egy kicsit közelebb hozzák végre a néző, ez azúttal szerintem nem annyira utálható egyáltalán. Azok is, amiket tanácsol, amiket mond, hogy itt Pentoszban vagy Pentoszban is járnak, távol lesznek a trónöröklődési esetleges háborútól, bajoktól, stb. Ez a legnyugodtabb vélet. És ez pont tőle, aki annó korábban hát, a sárga földig itta magát, dormézolt, meg járt szajhákoznak, mit tudom én, nem vártuk volna. Tehát ilyen dolgok is vannak, és a strongoknál is van egy érdekes dolog, egy erkölcsi dilemma, egy harc, ugye igazából három strong kap fontos szerepet, ugye már látott Bicevóc a botos, ő az öccse Harwin Strongnak, illetve az ő apjuk is szerepet kap, tehát őket is jobban megismerjük, és egy elég érdekes dinasztia, és eléggé változatos mind a három karakter, tökre más egyébként, ezt jól látni. És hát láthatjuk Rainer a drámáját is, hogy nehezen tud megbirkózni az itteni dolgokkal, látja azt, hogy csúnyán néznek rájuk, ott vannak a sötét szemek, látja azt, hogy az öröklösödési problematika az még mindig ott van. Aztán belép a lépőkövek problémája, hiszen nem foglalkoztak eleget a lépőkövekkel. És újra eljött egy problematika a triárhárustól, ami... vagy triárkárus, vagy hogy kell ezt a triár... Na mindegy, de tudjátok, az a hármas, ha jól hiszem, a hármas város szövetség, vagy a kalózok, tehát ugye nem foglalkoztak ezzel, 10 éve utoljára a démon, az is egyébként olyan össze csapott volt az a jelenet, és sokan mondták, hogy milyen jó a csata a háromba. Hát az összes trónokharca részben, ahol volt csata, ezerszer jobban volt minden megoldva, és nem 2 perc alatt tolták le, és nem ilyen össze-vissza néha bevágva az epizódba egyszer-kétszer egy-egy percet belőle, hanem annak rendes, teljes epizódja volt. És úgy néz ki, hogy itt a hatalom gyűrűnél is a következő rész, az teljesen a csatáról fog szólni, nem az lesz, hogy 1 percet bevárnak az elején, a közepén és a végén, és ennyi volt. Meg eleve szarul megkoreografálva a többi trónokharca korábbi részhez, vagy a hatalomgyűrűhez képest. A hatalomgyűrű ebbe is fejlődik, mert a legelején az első 2 részben tök szar harci koreográfia volt, ugye Galadriel a trollal. És most, ha megnézitek például, mennyit javult, bár most a tökéletes még az 5. részben, és reméljük, a 6. a csatával még sokkal jobban fog. És itt a trónokharcánál is éreztem annó, hogy javult, változott a stílus, a harci stílus, a koreográfia, viszont általában mindig jó volt. Tehát nem volt vele problematika. Egyelőre itt nem olyan sok mindent láttunk a sárkányok házában, tehát kevésszer volt igazából a harc. Itt is van ilyen, érdekes volt, mint a pénteki trónkarszában egy ilyen tréning, de ugye az igazából csak gyerekekkel tréningeznek, a gyerekekkel, az örökösökkel, de ennyi, tehát nem egy olyan látványos valami. Eddig ezt is kicsit hiányolom, hát mégis egy trónkarszáról beszélünk. Biztos, hogy az utolsó 3-4 részben, ugye még 4 rész várható, lesz valami ilyesmi. Kíváncsi vagyok, hogy a koreográfia az itt is hogy fog működni, mert eddig ezzel a trónkarcában, illetve a hatalomgyűrűben nagy részt nem volt probléma. Egyszer-kétszer húztam a fogamat, mint a hatalomgyűrű erején, vagy a trónkarca első egy-néhány évadánál valahol, talán a másodikban. De ennyi, úgyhogy végig ugye egyébként nem volt vele nagy problematika. Látványos volt, hatásos, erőteljes, látszott, hogy meg volt koreográfálva. Itt nem is nagyon sokszor láttunk még egyetlen harcot, egy ilyen egy az egy jelenít, ezt is egy kicsit hiányolom, de hát biztos lesz majd még. Ilyen vérzivataros időben. És hát a zene az megint olyan ott van, de olyan, mintha nem is nagyon létezne. Jelentétben a hatalom gyűrűvel ott a zene, de gyakorlatilag csak a tárgyáján fő témát, az új fő témát hallhatjuk már megint, amit én annó azt hittem, hogy a Démon Hercegnek lesz a témája, mert a soundtrack címében erre utalnak, tehát Rock Pince, akit ha jól emlékszem, így hívtak annó korábban, őre utaltak ezzel, Démonra, és aztán azóta gyakorlatilag René Ránnal is végig szinte ugyanez megy most is. Alicentnek az új témát még egyszer-kétszer előjön, ebbe az epizódban nem is hiába, és ez a két téma van körülbelül, és ennyi, a trónokharca az mennyivel gazdagabb volt, én nem tudom, hogy mi van rá minden, tehát hogy nem tetszett neki a fordulókönyv, hogy történt, és nem investált bele eléggé. Tehát én nem tudom. Egyedül még itt annál a drámai Velaryonos résznél éreztem, hogy igen, ott van benne erő.
Hát ez van. A hatalom gyűrű soundtrackben és látványvilágban továbbra is messze menőkig. Egyszerűen ez egy tény. Tehát ez egy tényszerű dolog. Ön szerint, akinek van egy kicsi füle és egy kicsi szeme. Egyrészt a 2-3-4-szeres költségvetési differenciál meglátszik. Másrészt egyszerűen akinek van füle, én már 20-30 éve hallottuk zenéket, nem csak ugye klasszikusokat persze, hanem mindenféle progresszív rock egyebek, azért van már fülem hozzá. Az is jó pár zeneszerző ismerősöm, meg zenész ismerős, ugye, akikkel interjút is láthatok a csatornán angolul. Úgyhogy én azért kihallom a differenciákat, egyszerűen van már egy kis tapasztalatom is, de egyszerűen szerintem, akinek szimplán van füle, és szereti a zenét, a jó zenét, az kihallja azt, hogy egy hatalmas differencia van a két sorozat között ilyen szempontból. Most akinek nem fontos a filmzene, persze az nem fog ezen rugózni. A hangok egyébként továbbra is egész jó, tehát a hanghatásokkal a díszletek, a ruhák egyébként, a jellemezek tök jók, szerintem ez nincsen probléma. Továbbra is nagyon jól játszik ugye a vizualista alakító színész, bár most már látszik, hogy a végnapjai előtt állhatunk. Nagyon sok utalás van az ő világ gyűrűivel, akkor az egyik Strongnak az a botos Strongnak is van egy ilyen jele, az is egy fontos utalás, és még lehet, hogy lesz szerepe is, és volt is ebben a részben. Na, tehát ahogy a hatalom gyűrűben itt is sokszor egy-egy ilyen díszletelemnek, vagy egy eszköznek sokszor nagyon fontos szerepköre van, és utalgatnak vele. És hát így a végére azért nézzük meg azt, hogy milyenek az új színészek, hiszen 10 év telt el, színészváltás történt. Aztán 10-11 karakter kap új színész. Ugye elsőre nekem furcsa volt nagyon a Lénis, vagy hogy hívták most Lénis, hittem nem teszem megint a... Annyi új név van itt, hogy én olvastam a könyvet, de pont nem ezt a részét a tűzésvérnek, odáig már jutottam, mert annyira száraz volt. Egyébként ez a problematikája szerintem, és ezért gyengébb az első 4-5 évadjához képest mondjuk a Trollkatszának összességben szerintem eddig Sárkányok háza a fordult könyv, mert egy száraz törőkönyvből készült. Tehát hiába ez is jaj, végre regény, vagy hát könyvből készült, nem regényből, ami jól is meg van írva, hanem sajnos is száraz törű könyvből is. Néha emiatt érzem azt, hogy vannak differenciák a Trónokharca és a Sárkányok háza között. És a hatalom gyűrű is így alapvetően a függelékekből, visszautalásokból készült, plusz feszítettek hozzá új dolgokat is. De azért az alapjai nem száraz törőkönyvek voltak, hanem egyébként kisebb történések, novellák gyakorlatilag, mert igazából a színológban ugyan nehezebb olvasám, mint egy hobbit főleg, vagy egy űrkura akár, de azért ott történetek vannak, tehát nem száraz törőkönyv, és főleg a befejezetlen regékbe, meg a külön megjelent Húrin gyermekei, Gondolin bukása, ezek mondjuk elsőkoros nagyon jó történetek, remélem, hogy ezek is láthatóak lesznek, arra még nagyobb költség kell majd, de még ennél is, meg hát ugye a Beren is tud ilyen, de ezek rendes történetek voltak, tehát kerek egészen. Itt ugye nem ez a helyzet, tehát ez is ott lehet véleményem szerint, hogy ezért is érzem azt a differenciát, azt a különbséget talán. No, de tényleg vissza, tehát a színésznők szerintem tök jól játszanak az újak, mind Alicent, mind Rhaenyra alakítója, ők nagyon szuperek, szerintem nincs velük semmi probléma, és én ezt is vártam már a trailerek alapján, meg a nyilatkozatok alapján is. Úgy tűnt, hogy nem lesz itt probléma. A királynő és az egyéb rokonság is ugye mindig cserélődött két évadonként a koronába, nem volt belőle problematika, annyira jól megoldották itt is ez a helyzet, de Rhaenyrának a férje urát, ő nagyon furcsának éreztem az elején, de tehát ő kicsit olyan volt, tudjátok, mint ugye a hatalomgyűrűnél a kritizált, el már előre kritizált, ugye szokak számára vók karakterek, és nem amiatt, mert most meleg, mert már ilyen volt jó pár a Trónokharcában, és nem egyszerűen kinézett, túl modern volt véleményem szerint. De most jött volna le valami, nem tudom, milyen közép-amerikai rap bandából, tehát körülbelül úgy nézett ki a srác. De aztán egész jól játszott, tehát ha jó karakter színész, akkor még ezen is túl lehet tenni, és ő ezt megoldotta, hogy megoldották a hatalomgyűrűi ilyen így kritizált színészei is, egyébként szerintem ezt a feladatot. Úgyhogy mind is átalakított színésző, mind a az Arondírt alakító színész. Nem, sokak számára ő a kedvence tűnt, de az a szériában most eddig, úgyhogy ez is azt hiszem jellemzi a dolgokat. Itt is azért bőven jobb volt az ő karaktere is, illetve a színészjátéka, úgyhogy igazából vele sem volt problematika. Ha jól emlékszem, az idősebb Strong is talán új színész, de ebben nem vagyok biztos. Hát elvileg 10-11 cserebere van. Ugye Daemon az megmaradt, Viserys király megmaradt,
illetve Kristen Cole megmaradt. Mondjuk a Cole-nál is kicsi szappanaparás volt véleményem szerint az, hogy a karakterje megváltozott. Hirtelen egy dolog miatt, úgyhogy igazából részben azért megegyeztek, megbeszéltek dolgokat azon a hajón, egyik részben. Így megváltozni, ez ilyen hirtelen jött szappanapara-szerű fordulat, vagy hát nem azt mondom, hogy fordulat, mert mégis részben valami szinte várható volt akár, hogy ilyen hirtelen, ilyen gyorsan és ennyire ellenségessé válni. Ez nekem egy kicsit ilyen hirtelen jött dolog volt, és egyébként az is érdekes, hogy Alicent tudja azt, hogy Cole vette el ugye az előző epizódból Rainra a szüzességét, és ennek ellenére ilyen jól felhasználja és összeáll vele, és hogy nem jelzi senkinek. Az fájó neki persze, hogy tudja, hogy Rainra a gyerekei végül kitől lettek, de az nem fáj neki, hogy Cole úgy összeszövetkezik, hogy Cole ugyanazt tette meg, mint aztán azzal az úrral, akit most nem mondok, de tehát ez eléggé egyértelmű, de nekem ez egy hirtelen jövő dolog volt. Ugye szappanoperában szoktak hirtelen vett ilyen karakterváltozásokat, ábrázolásokat hozni. Itt látszik, hogy az időugrásokkal nem mindig van elég idejük, erejük, lehetőségük arra, hogy mondjuk egy-egy karakterívet a főszereplőkön kívül jobban kidolgozzanak. Szerintem, de lehet, hogy csak én gondolom így. Időugrásoknak ez az egyik hátránya véleményem szerint, hogy nem tudunk annyira időt, lehetőséget, párbeszédet belinvestálni, karakterábrázolást és jelenváltozást egy-egy karakterre, főleg, hogyha egy mellék karakterről van szó, akkor még kevesebb időt kap az időugrásokkal. Hogy ez hosszú távon érdekes legyen a nézők számára, hogy az első négy évadnál Trollkarcát ezt meg lehetett venni, jól megírt, akár mellék karakterek voltak mindig. Sok kis főszereplő mondhatnánk. Varys, kisú és lehet sorolni, Jaime. És akkor még nem is totál főszereplőket mondtuk talán mindig. Tehát és úgy, hogyha valaki ott meghalt, került el egy olyan érdekes karakter, egy másik szállat. Szóval ott volt erre tér és lehetőség, de mivel ez egy törikönyv, szarsz törikönyv, itt a leírások is minimalisták, tehát ezt hozzá kéne adni valamit mindenképp, ellen esetben valami újat a kútfőből, hogy érdekesebbé váljanak a karakterek, vagy több részt előhozni, hogy többet tudjunk úgymond a karakterekkel együtt létezni, beléjük investálni. És ugyanígy a forgatókönyvíróknak ugye ez lesz a feladata. És itt ez nem mindig sikerül szerintem. De ha a színészekkel tényleg nincs problematika, én azt mondom, hogy jól hozzák, állják a szerepüket, és sokan tartottak attól, hogy nem lesz jó, én szerintem ez semmi problematika nincs. Nagyon jók a színésznők, és akik meg megmaradtak, ők talán jobbak mondom, mint eddig szerintem. Matt Smith még jobb, mint volt. Viserys továbbra is ugye jó karakter és jó a színész, és aki játsza, nincs ezekkel problematika. Úgyhogy ne tartsatok attól, hogy jaj, most lecserélődtek a színésznők, színészek. Ugye itt is előkerült a Vogue, nem csak a Renner a férje kapcsán, hanem meg az ő családja kapcsán amúgy egyébként, hanem maga a Renner által, akit a új színésznő is sokak számára nagyon rossz, hiszen ő hogy is mondták, hogy hittem jut eszembe, hogy most nem tudom már, de lényeg az, hogy ő ilyen egyedi egyéniség amúgy is, az öltözködés mondján is meg, hogy ő ilyen semleges nevű, vagy mi a franc állítólag. De ennek nem kell lényege legyen, és nem is lényege a sorozatban, és a karakter se ilyen, és ő sem reprezentálja ezt. Nem őt, tehát ettől olyan jó színésznő, hogy nem látod azt, hogy ő eredetileg teljesen más, teljesen egyébként egyéni, saját stílusra rendelkező öltözködéstől kezdve minden nézetek, stb. Szempontjából. Ez rohadtul nincs benne, Renner a idősebb, 10 évvel idősebb karakterében, és ettől látszik egyébként pont, hogy milyen jó színésznő. Pont, hogy nem támadni kéne őt, hanem ücsöríteni azt, hogy mennyire magához képest mennyire más karaktert is tud hozni, aki 3 gyereket is szült már. Tehát én ezeket a támadásokat azért tartom ilyen gyűlölködésnek, szűkölködésnek, korlátoltságnak, mert ebben a sorozatban is itt nem ez a lényeg az a karaktereket, illetve is akiket is, ahogyan ők játszanak. És ugyanígy a hatalomgyűrűnél is nem ez a lényeg. Ha az lenne a lényeg, az kijönne párbeszédekben mondani valóban a forgatókönyvben, a sztorin belül, az évadon belül, de nem jött ki egyik sorozatnál sem. Akkor lenne az, akkor lehetne mondani, hogy Vogue, mert láthatóan ezt akarja. Sajnos a Disney Marvel egyes filmjén és sorozatán ezt így konkrétan kimondják. Ugye ott amúgy is jelenti, hogy kimondanak mindent. Nem kell gondolkozni, hanem kimondatják a karakterekkel a dolgokat. Ott vannak ilyen elemek néha tényleg, ami beleerőltett és érződik, de
itt ezeknél, ennél a két sorozatnál pont nincs. Tehát ez az én véleményem. Úgyhogy ezért sem támadjátok semmelyik sorozatot sem, és mind a két sorozat egyébként nagyon más. Tehát itt valaki ezért támadja a két sorozatot, de az egyik az egy ilyen klasszikus high fantasy, azért vannak egyéni szálbeli problémák, drámák, de most lassan össze fognak érni. A másik pedig látjátok egy ilyen dinasztia harc, amelynek tök jó elemei vannak, nagyon dráma érzelmes, és nagyon jó párbeszédek vannak ebben az epizódban is egyébként, nagyon sok mondani való, mint annó Varys kisúj, vagy Eddard Stark, nagyon bölcs gondolatai az első néhány évadban, a Trónok harca eredeti sorozat alapján, vagy mentén. Itt is vannak nagyon jó ilyen szövegek ebben a részben is, és vannak sajnos szappanaparasztikus részek is, ez a gond, de ezen most lassan túl fognak nőni szerintem egy-két részen belül. Ez egy ilyen kisebb hullám volt, most egy kis lejtmenet, egy kis völgy, de hamarosan újra a hegy tetejére érünk, én legalábbis úgy érzem. Viszont a hatalomgyűrűt úgy érzem egyelőre, hogy jobban tudták megfogni, és egyelőre ez a felívelő hullám, ez tart. Tehát ott az első egy-két része, főleg az első, nagyon rosszul indult, huhú, nyegvanyelős. Aztán ugye a másik, harmadik része folyamat emelkedett, és a negyedik, ötödik rész az például talán a legjobb rész volt eddig. De a harmadik is már tök jó volt. És hát ki tudja, hogy majd ezeket az akciódúsabb, koreográfikus részeket, hogy oldják meg, mert a hatodik az ugye gyakorlatilag teljesen csata lesz. Sokak szemében a színészektől megkérdeztük, a hetedik volt a legjobb rész számunkra, úgyhogy nem tudom mi lesz, de úgy látszik az nagyon város, de a hatodikat is egyébként mondták. Itt a trónok, vagy a trónokat a sárkányok házánál nem hallottam ilyet, tehát nem tudom itt hogy lesz, ugye, mi lesz az utolsó részekkel, de egy biztos, bepörögnek az események, a polgárháborús hangulat az előjön, és akkor azt mondják, hogy az igazi főszereplők csak majd most jönnek el a valószínűleg az évad végére, gyakorlatilag a következő generációról van állítólag szó. Tehát valószínűleg a sztori túl fog lépni majd Renirárékon, meg Viserysen, meg Démonon, és igazából a fiaik, lányaik lesznek a főszereplők. Meglátjuk addig is, a legközelebbi videóig búcsúzom tőletek, ezután a kicsit újra fele más rész után, de itt vannak a pozitívumok is, amik nagyon jók, és amiért mindig érdemes folytatni ezt a sorozatot is, meg a másokat is, amiről beszéltem, mert látszik a belevetett energia, erő. Csak nagyon más a két sorozat. Máshol vannak a fókuszpontok és a hangok. Ezt fontos szemügyre venni szerintem, és tényként kezelni. Búcsúzom tőletek, sziasztok!